Salgótarján első számú élő rádió műsora, helyi témákkal, helyi arcokkal, és persze veled is. Hashtag megvitatjuk. Elindítottuk nem olyan régen ezt a Költöző vagy benevezetű projektünket, aminek az a lényege, hogy hát egy kicsit figyelmet tereljünk arra, hogy Salgótarjánban élni már pedig jó. Ehhez készítettünk egy honlapot. Mert itt sok akadályfutóverseny van. Így van, mindenképpen ez az elsődleges indokunk. Cipelhetsz mázsás kilós dolgokat Salgóra menet. Így van. Így épült a vár is. Igen. Szóval készítettünk egy ilyen kis egyszerű ismeretterjesztő jellegű honlapot, ahol a történeteket is gyűjtjük, méghozzá azoknak a történeteit, akik Salgótarjánba költöznek, vagy már ide költöztek, vagy terveznek ide költözni. És többek között Nóriék, ők is ilyen ideköltöző állapotukban vannak, velük is felvettük már a kapcsolatot, ők is írtak már egy történetet egyébként az oldalunkra, és most pedig velük fogunk élőben beszélgetni. És ha minden igaz, akkor egyébként már itt vannak a telefon túlsó végén, de szerintem le vannak némítva. Igen. Már bólogatnak, mindjárt látjuk őket a Facebookon is. Igen. Sziasztok, szép estét nektek! Sziasztok! Nóri és Nóri, nem tudom, hogy különböztessünk meg titeket így adásban. Nem Nóri. Tudom. Amikor a mi Nórinkhoz szólunk, akkor így nagyon erősen rád nézünk majd. Jó, jó. Jó, oké. Tehát akkor Nóri nagyon szépen felvezette a témát, hogy mi is ez a Költöző Völgybe, és hát itt vannak velünk Nóriék, Nóri és Attila, akik már félig itt, félig ott. Most hol vagytok jelenleg? Most éppen Esztergomban vagyunk. Esztergomban. Tehát aki olvasta a történetet, igen, mondjad, bocsánat, én túl beszédes vagyok, úgyhogy lelövöm magam, mondja csak. Én? Igen, igen. Szóval, hát most jöttünk vissza egyébként, de hét elején még ott voltunk, úgyhogy most pont lecsúsztunk az élőadásról személyesen. Uh-huh, uh-huh. Tehát akkor most Esztergomban vagytok, ti most ott éltek. Igen. Mióta éltek Esztergomban? Két éve. És azelőtt merre voltatok? Hol laktatok? Mi előtte Budapesten éltünk, előtte pedig én ugye kisterenyei származású vagyok, és én ott éltem 18-19 évet kb. Uh-huh. Attila pedig Pest megyéből. Igen, én egy Pest megyei kis faluból származom, egy Mende nevű községből. Hát Pesthez nagyon közel van, körülbelül egy ilyen 15-20 kilométer a Budapest tábla. És ugye miután mi megismerkedtünk, az első közös otthonunk az Pesten volt, munkából kifolyólag is volt ez a választás, mert közel volt. Aztán ugye úgy alakultak a dolgok, hogy először én kaptam egy állás lehetőséget Esztergomban, és hát én egy jó darabig még ingáztam, tehát igazából ugye két éve élünk már itt, előtte én majdnem szintén egy két évig ingáztam Pestről Esztergomba, napi szinten. Utána Nóri is itt talált munkalehetőséget. Hát igazából ez egy terv volt, elkezdtünk ide orientálódni, de nekem megtetszett az a vidék, ő pedig visszavágyott erre a vidékre, úgyhogy mindenképp hamar megváltunk Esztergomtól. Így van, benne volt ez a következő 5 éves tervbe, de hát most hamarabb jött, mint terveztük, így jött ki, de nem baj, abszolút nem bánjuk, örülünk neki. Igazából az egyetlen egy nehézség az, hogy most ez az ingázás van, ami miatt egyrészt idő, másrészt fárasztó, hozzuk, visszük a dolgainkat, valamit leviszünk, ott hagyunk, valamit visszahozunk, valamit majd megcserélünk most a két lakás között, amíg még nem tudunk 100%-ig odaköltözni. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Felújítgatások is lesznek azért egy nem túl nagy hangvételű első körben. Aztán szeretnénk mielőbb beköltözni, aztán majd másodlagosan pedig talán egy 2-3 évben belül lehetőleg egy nagyobb felújítás is. Megtörténik, most ezek a terveink. Hogy hol vettek lakást Salgótarjánban, azt kérdezem. Merre értek? Párfalván vettünk egy lakást, ott a Gorki lakótelepen, a toronyházak közül az egyikben. Uh-huh. És tehát mi az, ami miatt, tehát ami nincs meg Esztergomba is, mondjuk megvan itt, azon kívül, hogy itt ilyen érzelmi szálak is vannak, hogy te visszajönnél oda, ahonnan elindultál, ugye a párod, ő pedig megtetszett az a vidék, tehát hogy mik ezek a nem érzelmi vonalak, amik a két város között felmérhetők?
Hát ez nagyon furán hangzik, de például Esztergomban nincs mozi. Nincs mozi? Nincs mozi Esztergomban, igen. Pedig mindenki azt gondolná, hogy van, de egyébként nincs. Régen volt. Régen állítólag. Volt. Igen. De komolyra fordítva, nekünk nagyon nagy szempont volt az, hogy egy olyan városban szeretnénk élni, ahol viszonylag nagy a zöld terület. Egyedül a Duna az, amit talán innen nem tudunk odavinni, de minden más ugye adott. Azért még ezt is megpróbálhatjuk. Van neki egy folyómeder. Igen. De így igazából azt mérlegeltük, hogy hol tudunk egy nyugodtabb életvitelt kialakítani. Ugye nagy érv volt az is, hogy Salgótarjánt azért én ismerem, nem 100%-osan, de úgy elég jól. És a másik, ami nekünk egy ilyen döntési vonal volt, az az, hogy az Attila szülei is Mendére valósiak, és nagyon szerettük volna közelebb költöztetni őket magunkhoz, de ugye az én családom is azon a részen él, és akkor így adott volt a lehetőség, hogy talán ők is oda költöznek. Azóta ez már megvalósult egyébként. Igen, és ők hova költöznek? És akkor így egy kupacban leszünk majd remélhetőleg. Ők a Kemerovon vettek egyébként egy lakást, úgyhogy ők ott laknak már. És nekik így azért gondolom több évig éltek ott, ahol. Tehát ez a nagy változás, ez milyen az életükben? Hát szerintem egy kicsit nehéz, főleg az érzelmi szálak miatt. Ők egy szó szerint szülői házat hagytak ott, tehát az hát a anyukája ott született, ott nevelkedett. Igen, hát ilyen 60 pár évet nézzünk, azután lett ez az ő szemszögéből ez a változás, illetve hát édesapám is már több mint 40 éve élt ott, ugye, amióta házasok, úgyhogy hát igen, ez az érzelmi része, ami egy kicsit azért megviselte őket, meg hát azért nem egyszerű ezt így kivitelezni, mi is azért ahogy tudtunk, segítettünk, de egyelőre azt látom rajtuk, hogy tetszik nekik, próbálják megszokni az új dolgokat, mi amiben tudunk segítünk nekik, elmondjuk, hogy mit hol találnak, merre menjenek, azért amennyire Nóri vagy, most már azért én is azért az elmúlt 7-8 évben most már azért kiismertem a várost úgy nagyjából, úgyhogy hát majd idővel még hozzászoknak. De egyébként hál' Istennek én azt mondom, hogy tetszik nekik úgy, hogy én úgy gondolom, hogy nem volt rossz döntés. Szép helyen laknak. Hát közvetlenül az erdő mellett annyira, hogy szerintem 2-3 méterre van az első fa az erdőből. Igen. Ott mellettük az erkélyről, úgyhogy nézik a mókusokat, a vaddisznókat, a szabadokat. Ez ritka egyébként. Ritka egyébként, igen. Tehát ők így vannak. Most már azt tudom mondani, hogy megszokták, azért nagy változás volt nekik egy nagy kertes családi házból, hát nem panel, hanem téglaépítésű lakásba átköltözni, de berendezkedtek, szeretik a lakóközösséget is, úgyhogy igazából egyedül nincsenek, már mondhatjuk azt, hogy lettek barátaik ott a környéken, szóval kialakult. Ugye írtatok egy ilyen kis cikket a Költözve a Völgybe oldalra a történetek közé, ahol, aminek az a címe, hogy miért pont Salgótarján, és rögtön az elején kitértek rá, hogy nagyon sok ismerőstől kaptátok meg ezt a kérdést baráttól, hogy miért pont Salgótarján. Szerintetek miért teszik fel ezt a kérdést? Hát mind a ketten úgy gondoljuk, hogy abból adódóan, ahogy a médiában sokszor megjelenik a város, nagyon rossz lett a megítélése. És rögtön mindenki azzal kezdi, hogy pont Salgótarjánba költöztök, hát ott még egy piac sincs, pedig van. Meg, hogy ott nem lesztek biztonságban, mert rossz a közbiztonság, holott egyelőre nem azt mondom, hogy egyáltalán nem tapasztaltunk semmi problémát, de nem volt még olyan mértékű eset, aminél mondjuk rendőrségi beavatkozást igényelt volna a dolog. Tehát, hogy... De teszem azt hozzá, hogy Esztergomban viszont volt olyan, hogy mondjuk rendőrséget kellett hívni, mert kétes arcok ólálkodtak mondjuk a saját magán területhez tartozó parkolónkba. Tehát most ha ezt nézzük, akkor igazából
Én azt látom, hogy kicsit föl vannak fújva azok a negatív dolgok, vagy nem kicsit olykor, amik miatt teljesen más szemmel tekintenek Salgótarjára, és igazából az egész megyére, ha azt nézzük, mert vannak dolgok, amik adottak, és nem lehet változtatni, illetve hát a megye szinten lehet, hogy kevésbé fejlett, vagy nem olyan ütembe fejlődik, mint mondjuk a többi megye, de ettől függetlenül maga a város, mint lakóhely, én nem mondanám azt, hogy ilyen mértékben lenne rosszabb bármelyik más nagyobb várostól. Tehát, sőt, nem is... egyáltalán nem szerintem. Tehát Esztergomban is ugyanúgy élünk, mint amikor Salgótarjánban vagyunk, és ott mászkálunk mondjuk így a városban. Nem tudok negatívumot mondani. Egyébként ezzel én is nagyon abszolút egyet tudok érteni, pont a héten történt velem egy hasonlóan izgalmas dolog közbiztonság terén, mert mentem fel Budapestre a 11. kerületi albérletembe, és azzal szembesültem, hogy betörtek a 7. emeleti albérletembe. Úgyhogy ez szerintem minden városban elmondható, hogy minden városban vannak hasonlóan közbiztonság tekintetében, hát nem is tudom, kifogásolható dolgok. De nem ezt akartam alapvetően kérdezni, hanem azt, hogy feltettünk reggel még a Instagramra egy kérdést a hallgatóinknak, hogy mit tanácsolnál az ide költözőknek. És egyik tanács az volt, hogy ne feltétlen hallgass a városról alkotott negatív véleményekre, és ezt tényleg tök jól kifejtettétek ti is, és igazából én is csak erre akartam egy ilyen megerősítést kérdezni, hogy akkor ezt igazából ti is így gondoljátok, hogy mindenkinek ajánlanátok-e a várost ebben a tekintetben, hogy ne a negatív vélemény legyen az elsődleges, hanem az, hogy próbálják ők is, gondolom, megismerni ezt a dolgot. Mert persze oké, hogy nálatok van egy ilyen már ismerettségi szál tulajdonképpen, de mondjuk annak, aki tényleg életében nem volt még a városban, abszolút azok a képek élnek, amik ahogy ti is említettétek, a médiából lejönnek. Szóval akkor ti is így látjátok ezt, ugye? Igen, abszolút. Tehát nem... Nagyon sokszor van ez a negatív megítélés, hogy meg mindenki egy bizonyos celebbel azonosítja a várost. Főleg igen, de egyébként, amikor így mutatunk képeket vagy videót, hogy nézd, milyen a kilátás a lakásból, vagy hogy egyébként milyen a városnak az elrendezése, és hogy mennyire szertágazó, és mennyire zöldövezeti, akkor így mindenki ledöbben, hogy ez tényleg Salgótarján, és igen, ez Salgótarján. Igen, most a Facebook nézők láthatják azokat a képeket, amiket megosztottatok velünk, hogy az erkérő rálátok a Salgói várra, és mindenhol zöldvesztiteket körül. Ha jól emlékszem, amikor mi beszélgettünk még tavasszal, akkor említettétek, hogy most valami főút mellett laktok, vagy valami ilyen... Igen. Tehát a ég is föld lesz a kettő, hogy egy zajos főút mellől eljöttek egy, hát egy enyhén zajos, de természetközeli helyre. Igen, abszolút. Most így, hogy néhány éjszakát ott aludtunk, még úgy is, hogy nincs rendes ágyunk, csak egy ilyen felfújhatós matracon töltjük az éjszakákat. Abszolút ki tudjuk magunkat pihenni, és maximum egymást ébresztjük fel, de se az autókat, se a buszokat, se a kukás autót, se egy kamion, ugye nem is nagyon megy be ezen az útszakaszon. Semmit nem lehet felhallani. Ezt nagyon átérzem, mert én most iskola miatt Budapest belvárosában élem a hétköznapjaimat, és 4:30-kor a kukás autóra, meg a szirinázó kocsira ébredek zárt ablaknál is, tehát átérzem ezt az állapotot. Mindenkinek megvolt az az élmény. Igen, mindenkinek meg kell, hogy legyen ez az élmény. Mi az, ami legjobban fog hiányozni Esztergomból a Dunán kívül? A szomszédok talán, meg a barátaink, de... Igazából ez nem egy áthidalhatatlan távolság, tehát 150 kilométer, átlag 2 óra, hogyha nem a dobogókői úton jössz, hanem mondjuk át Budapesten, vagy a nulláson kerülve. Ha épp arra is van dolgod, akkor úgyse tudod elkerülni. Hát igen. Mi úgy szoktuk általában kalkulálni, hogy általában olyan útvonalon megyünk, ahol úgyis
dolgunk van. Igen. A rövidebb utat nem annyira szeretjük, mert nagyon veszélyes, meg nem túl jó állapotú, aztán ha csak akkor megyünk, hogyha nagyon muszáj, de egyébként hát mi hiányozna még? Talán ez a termelői piacos dolog, ami még, igen, amiről beszéltünk korábban, hogy... Hát ez egy nem is termelői piac, hanem ez egy bevásárló közösség, igen, ahol maximum 40 km távolságból hoznak helyi őstermelők saját termelésű növények, tehát élelmiszert, húst, zöldséget, gyümölcsöt, most már például házi tésztát, stb. És ez egy ilyen nagyon jól megszervezett vonalon működik, minden héten csütörtökön van átadás, lehet rendelni online, és akkor a kenyértől kezdve mindent ott meg tudunk venni. Ott is igazából így barátságok alakultak már ki, mondhatjuk azt, és talán ez az egy, ami így hiányozni fog, mert ide nem fogunk tudni csak emiatt visszajárni, vagy hát visszatudunk, csak nem igazán fogja megérni, úgyhogy ezt így átköltöztetnénk Salgótarjánba, ezt a modellt, ha lehetne. Csináljuk egy ilyet. Csináljuk egy termelőpiacot. De így ezen kívül nagyon mást így nem tudom mondani, ami a fogorvosod. Ő hiányozni fog. Költözzön ide a völgybe, nem? Költözzön ide a fogorvos is. Biztos, hogy értő szájakra találna. Igen. És én itt kitérnék arra, amit a cikkben olvastam, hogy próbáltak mindent ilyen do-it-yourself módon majd készíteni a kis lakásotokban? Tehát mi ez a vonal? Hogyan jött? Hát ez úgy jött, hogy biztos mindenki hallotta, hogy nagyon elszálltak az építőipari ára, meg hogy nagyon nehéz egyébként szakembert is találni, és nekem van egy ilyen érdeklődésem és nyitottságom, hogy a lakásfelújítási dolgokkal nagyon szeretek képben lenni, meg így az otthon tervezés az nekem egy ilyen kis szívem csücske projekt, és amennyire lehet, szeretnénk a lehetőleg olcsóbban, de a legjobb minőségben megúszni a felújítást, úgyhogy amihez nem muszáj szakembert hívnunk, mint mondjuk egy villamos hálózat bővítés, vagy egy nyílászáró csere, azt is szeretnénk magunknak megoldani. És igazából innen jött ez, hogy azért én még egyetemre járok, de mind a ketten felállásban dolgozunk, és viszonylag későn tudtuk elkezdeni a közös életünket anyagi tekintetben építeni, így annyira nagyon-nagyon nagy tőke nem áll a rendelkezésünkre, mint amennyi kellene ahhoz, hogy most egy vállalkozót megbízunk 100%-os felújítással, de találtunk egész jó ötleteket, amit szerintem meg tudunk csinálni mi is, és akkor így úgy döntöttünk, hogy ahogy időnk, energiánk és a pénztárcánk engedi, ez majd így jön. Ez tök jó hallani, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha majd így beszámoltok lépésről lépésre, hogy miket látunk, és hogyan lesznek ezek a folyamatok azzal kapcsolatban, hogy alakul a kis fészketek, igen. Szóval erre nagyon, nagyon kíváncsiak vagyunk. Küldünk majd before after képeket. Igen, before after képek, azok mindenképpen jók lennének. Ez egy külön jó kis téma már maga ez a felújítás kérdés is, hiszen ez nagyon sokakat érinthet. Lehet, hogyha küldtök ilyeneket, akkor feltesszük az oldalra, és hát ha másoknak is lehetetek. Előtte, utána is biztos nagyon sokan inspirációt kapnak ilyen tekintetben, hogy ők hogyan végezik, vagy lehet, hogy hasonló szituációban vannak, és ezáltal segítünk neki. Mindenképpen. Jó, mindenképp. Mikor terveztek legközelebb jönni? Hogy néz ki a következő időszakotól? Hát most pont nyílászáró cserében vagyunk, úgyhogy amiatt kelleni fog majd mennünk. Azt még egyeztetés alatt van, ott egy környékbeli vállalkozót fogunk majd megbízni azzal, hogy kicserélje az összes ablakot a lakásba, mert még a 85-ös eredeti ablakaink és bejárati ajtónk van. Úgyhogy ez már így időszerű. Ez szerintem egy-két héten belül fog kelleni menni így ügyintézés miatt
a városba, de egy hosszabb távra majd valószínűleg a hónap végén megyünk. Most próbáljuk úgy összerendezni a menetrendet, hogy nekem általában heti 3 vagy 4 nap home office-om van, és akkor összepakolunk és lemegyünk, és onnan dolgozunk otthonról. Ugye az Attila meg 100% home office-ban van, szóval így kicsit egyszerűbb összeegyeztetni, és akkor általában úgy próbáljuk megoldani, hogy beleférjen egy hétvége is, amikor van időnk meglátogatni a családot, barátokat. Szerettünk volna kimenni most a Salgói Várba, de a Spártán miatt ez nem jött össze. Igen, előző témánk. Megnyugtatok titeket, nem lesz több ilyen egy következő egy évig. úgyhogy akkor most már bátran pakoljuk a túra felszerelést. Igen, most már elő lehet szedni. Köszönjük szépen, hogy így a rendelkezésünkre álltatok így késő szombat este is beszámoltatok, és kíváncsian várjuk a folytatást tényleg, és sok sikert kívánunk nektek. Határozom, hogy mi az a költözővölgybe. Definiáljuk. Mert így eszünkbe jutott, hogy beszélünk róla, meg ők is elmondják, hogy milyen Esztergom, milyen Salgó terén, de lehet, hogy nem is tudják sokan, mi az a költözővölgybe, úgyhogy egy 5 percben ezt foglaljuk még itt össze. Úgy kezdődött, hogy Nolinak volt egy ilyen cikke az amerikai ital Tulsa nevű kisvárosból, ami hát amerikai mértékben kisváros. Ahol... Igen, csak pár százezer, vagy millió, vagy mennyi? 100 000. Hát igen, ez kevés. 400 000. Szóval lényeg az, hogy hát ott is azzal a problémával éltek az emberek, hogy volt menő ipar, jól gondolom, akkor autógyártás? Vagy ilyesmi? De alapvetően a földrajzi fekvése az az, ami inkább... Meghatározó volt? Nem jó? Igen, mert ugye középen van, lehet így fogalmazni. Hát mindjárt a középen, mint maconka, nem? Maconka mindenek a közepe? Nem tudtátok? Nem. Maconka szintén mindenek a közepe. Ez az összes maconkai tudja. Nem? De én nem vagyok maconka. Én sem. Mi te maconkai vagy? Én sem, de hát ez a menem a helység kultúrájába. Maconkai, tessék kommentálni, hogy jól mondom-e. Na, tehát a Tulsa volt a semmi közepén, és hát a probléma az volt, hogy ott is eléggé sok ember elköltözött onnét, és hát emiatt egyre csökkent a városnak a lakossága, és hát elindult egy olyan fajta folyamat, ami picit hasonló ahhoz, ahogy Salgó terén is járt, ahogyan itt a 90-es évek végén bezártak a gyárak, megszűntek azok a fajta hagyományos munkahelyek, amik alapján az egész város elindult, és nagyon gyors fejlődésnek indult a 60-as, 70-es években. És hát ugyanúgy, ahogyan mi is várjuk azt, hogy mi lesz a következő nagy dobás, ők is vártak, hogy mi lesz a következő nagy dobás, aztán gondolkodtak egy nagyot, és azt mondták, hogy költöz Tulsába. Azt mondták, hogy ha valaki oda költözik... Jó, nem így. Nem, mi mondták? Nem. Move to Tulsa. Igen, na, köszönöm. Te nem azt mondják, hogy mi... elvettük a költöz Tulsa szót. Nem vettük el. Csinálunk ilyen különben jobb ma egy veréb, mint bizonyos mint emberek. Tulsa, nem? Tessék? Jobb ma egy veréb, mint holnap a Tulsa. Igen. Szóval a Tulsával mi van? Ne essünk túlzásokba, jó? Visszafogom magamat, nem akarok túlzásokba esni. Tehát, hogy az történt, hogy kitalálták, hogy ha valaki oda költözik, akinek alapvetően van egy normális állása, amit akár távmunkában is végezhet, akkor tulajdonképpen a városban olyan emberek költöznek be, akiknek biztos megélhetése van, és biztos vásárló előtt jelentenek azok számára, akik a városban laknak és ott termelnek valamit. Tehát például jobb lesz a helyi kistermelőknek is, hiszen több ember fogja tudni megvenni a portékáikat. Jobb lesz a helyi kisvállalkozásoknak is, meg a helyi kisboltoknak is, hiszen sokkal több vásárló erőben gazdag ember fog oda költözni a városba. És hát igazániból a városnak nem lesz semmivel sem rossz, mert a városnak nem kell új munkahelyeket teremteni, a városnak nem kell semmilyen új infrastruktúrát csinálni, hiszen ezek az emberek hozzák magukkal a saját munkahelyüket. És ezeknek az embereknek ráadásul még a város ad pénzt is, hogy költözzenek oda. Jól mondtam? Igen. Meg közösséget is, és ez inkább fontos szerintem. Meg közösséget is, tehát igen, hogy összefogja őket, hogy egyrészt segítsenek a beilleszkedésben, másrészt pedig, hogy miért is? Hát, hogy van egy, oké, hogy segítsen a beilleszkedésben, de hogy mit tudom, bármiféle kérdése van, vagy nem tudom, legjobb állatorvost keres, és a többi. Tehát ez ilyen életapró dolgaiban, ami nem tűnik túl fontosnak az elején, de közben mégis tök fontos, hogyha belegondolsz, hogy
nem tudom, helyi szint, helyismeret, helyismeretben segít. Igen, és most pont ezt, azt láttuk ezen az előző kis riportban, hogy Nóriék is ide költöztek, nekik végül is könnyebb volt, mert volt valami fajta ismeretük, ők is ugyanígy a távmunka miatt tulajdonképpen bárhol élhetnek, és választottak egy olyan helyet, ahonnan rálátnak a Salgóivára. Egy olyan helyet, ahol számukra nyugodt az élet. Olyan helyet, ahol ki tudják magukat éjszaka pihenni. És ez tök menő. Igen. És akkor ezért találta ki Nóri ezt a költöző völgybe dolgot. A völgyvárosi légy. Völgyvárosi. Igen, mert megjelent egy légy az ablakon, völgyvárosi légy, ez egy hosszú sztori, majd elmeséljük. Az első szóval völgyvárosi légy, az ablakon jött be rögtön az ihlet. Igen, ránéztünk az ablakra, ott volt a Salgóivár, meg egy légy, völgyvárosi légy, és ebből jött a költöző völgybe projekt, ami a költözővölgybe.völgyváros.hu oldalon elérhető, össze van fogalva, le van írva. És a történeteket is gyűjtjük. Igen, és a történetek egy kicsit eldugott helyen van ott bal felül, vagy jobb felül. Az egy nagyon eldugott helyen van, tehát ezt középre kéne villogó csillagot szóró valamivel elrakni, hogy történetek. Okay. És ott van köztük a Nóri története is, aminek az első kis epizódját olvashatjátok, hogy hogyan jött nekik ez a folyamat, aztán most hamarosan kis folytatólagos cikkek is jönnek, és egyébként újabb emberek és újabb történetek, tehát most három ember története van fönt, hogyha jól emlékszem, és ezen kívül még legalább három fog jönni hamarosan, akik ugyanúgy ezek alapján jöttek, hogy ó, én is most költöztem, minden emlék, ó, én is itt lakom, és visszaköltöztem, ó, én elmentem, visszajöttem, de visszajöttem, mert itt a legjobb, tehát nagyon, nagyon sok ember jelentkezett azóta, és hát gyűlik a kis költözővölgybe történet oldal. Igen. Ez tök érdekes, mert az ember nem gondolná azt, hogy az emberek szándékosan jönnek ide, ugye? Igen, mert alapvetően, hogyha statisztikákat nézünk, alapvetően, hogyha cikkeket nézünk, vagy címlapokat különböző oldalakon, akkor általában azzal foglalkoznak az emberek, hogy mennyire csökken itt a lakosság, mennyire mennek el az emberek, de azzal nem foglalkoznak, hogy mennyire jön vissza. Jól lehet, ez nem mutatkozik ki a számokban, vagy a statisztikában úgy, de attól függetlenül vannak visszaköltözők, sőt az utóbbi időben megnövekedtek. A vírus erre még csúnya így mondani, de rásegített. Növelte ezt a dolgot, mert tényleg rájött arra az ember, hogy az egészség, a biztonság és az ilyenfajta biztonság sokkal fontosabb. És egyébként tényleg mindenki ezt szajkózza, hogy hát Salgótarjánban leszúrnak az utcán, meg lelőnek, meg minden. Hát én, ahogy hétköznapjaimat Budapesten töltöm, én futva közlekedek esténként egyébként. Tehát nem sétálva, futva, mert sokkal nagyobb veszélyt érzem annak, hogy ott bárki is belém köt, vagy leszúr, mint hogy én most itt egyébként eléggé kihalt városon átsétáljak. Nem szoktak a fák késsel járkálni mögöttem Salgótarjánban. És igen, ezt is szokták mondani negatívnak, hogy de bejön a vaddisznó, meg stb. Nem a vaddisznó jön be, mi jöttünk be az erdőbe, és Salgótarján egy erdőben fekszik. Hát nyilván, hogyha van, ahol van erdő, ott van vadállat is, és nyilván ő nem megszokott útvonalakon megy, hanem ide-oda betér és betéved. Szóval szerintem ezek alaptalan vádak, amik jó hangzanak cikkek címlapjain, ott nagy fekete betűvel egy késsel meg egy poliszos szalaggal illusztrált képnek, hogy ez meg az késsel gyilkoló, stb. Aztán ennyi. Vaddisznók késnek, majd késsel gyilkolnak. Szörnyű. Szörnyű, fák szörnyű. Járnak inkább késsel, nem a vadisznók. A fák késsel járnak, a vadisznók pisztolja. A fák késsel járnak, a vadisznók és pont ugyanakkor szerintem tök jó látni ezt a másik vonalat, hogy de aki nem onnan tájékozódik, hanem tudja azt, hogy mi merre hány méter, az meg azt látja, hogy ide vissza kell jönni, és itt kell megalapozni a jövőjét. És ennek nagyon-nagyon tudunk kerülni, és... Igen, és annak is örülünk, hogy nyitottak. Igen. Szóval reméljük, ezek a jó példák, ezek előjárnak, és egyre többen fognak így gondolkodni, és hát reméljük, hogy ezekben az emberekben, hogy mint túlzában tudunk egy közösséget szervezni, akik további újabb dolgokat fognak elindítani. Például itt volt ez a termelői piac, vagy ez a közösségi vásárlás, amiről szó volt, azok a dolgok, amik működnek más-más városokban, és itt még nincsenek megcsinálva, de hát kipróbált működő folyamatok, azokat is lehetne megpróbálni. Igen, és amíg meg nem próbáljuk meg, addig nem mondjunk róla véleményt, hogy ó, úgyse menne, meg úgyse lehet, meg úgyse komposztáljunk, meg jön a vaddisznó, megeszi, tehát amíg nem rakjuk ki a komposztot, addig nem mondjuk már azt, hogy ne legyen. De tegyük azt is hozzá egyébként, hogy Esztergom lélekszámilag kisebb város, mint Salgótarján, tehát hogyha ott működik egy termelői
közösség ott tud működni, akkor itt miért ne tudtam. Jó, mondjuk Esztergom körül nagyobb a mezőgazdasági tevékenység, mint mondjuk Sábotarján környékén, de itt más típusú. Esztergom körül nagyobb a mezőgazdasági igen, tevékenység. Igen, azért a Esztergom ott a... Hát földrajzból nem akarok most itt megutni, de az nem a... Ott Szeged mellett. Nem. Tehát az ott már, arra már van egy kis Alföld is, a kis Alföld, nem? Vagy arrébb van Esztergom? Itt most... Váltsuk témát. Ezt a műsor után megbeszéljük külön. Így van, jó, oké. Szóval, de értem, igen. És meg kell próbálni. És az a jó, hogy tehát akikkel most is beszélgetünk, Nóri és Attila, tehát ők is fiatalokként jönnek vissza. Ez egy másik pozitívum szerintem, hogy nem úgy jönnek vissza, hogy idősként, hanem tapasztaltak, tanultak, és úgy gondolják, hogy itt folytatják az életüket. És oda vannak a kis lakásukért, amit közösen felújítanak, rálátnak a Salgóivárra, lehet irigykedni. Igen, és hogy igazából az a jó szerintem ebben még, hogy tényleg az emberek az ország, vagy akár a világ bármely pontjáról ide jönnek, és amiket ott ők tapasztaltak, és örültek neki, és pozitívumnak élték meg, azután elhozzák ide, és itt megpróbáljuk megvalósítani, és szerintem így lehet igazán fejlődni, nem? Hogy elmegyünk és tapasztalunk a világ más részein, és utána hazahozzuk azt a tudást, amit megszereztünk. Igen, és hogyha belegondolunk, most akkor nézzük pozitívan, mert ebben a műsorban minden nagyon pozitívan nagyon nézünk. Pozitív. Tehát nézzük pozitívan a dolgokat, ha belegondolunk, hogy Csagotariának az elvándorlási folyamata itt a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, most mennyi ember elment, tehát akkor mennyi tapasztalat fog visszajönni. Gondolkozunk így. Mindennek van előnyei. Így van, fordítsuk meg a dolgot. Hogyha eltűnt a lakosságból mondjuk 20 ezer ember, mert ugye 50 ezer volt annó, most van 30 pár ezer, hogyha eltűnt 20 ezer, mondjuk, hogyha a 20 ezerből visszajön 5 ezer, aki tapasztalt, akkor milyen jó dolgunk lesz itt 5 év múlva, és majd a felhőkartalóból nézzük együtt Salgóvárát. Az nehéz lesz, mert forogni fog az egész. Mi? Felhőkarcoló. Kacsalában. Kacsalában forgó felhőkarcoló? Aha. De igen, Clement, tényleg van egy ilyen szó angolban, hogy well traveled, hogy valaki igen. Világot látott, és ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság az embereknek, hiszen hogyha valaki nem látott még világot, akkor sokkal kisebb a tudása, sokkal kisebb a befogadó képessége, sokkal inkább a saját korlátai között él, amiket lát maga körül, amiket megtanult, ahogyan felnevelkedett. És hát így sokkal nehezebb újabb dolgokat kipróbálni, vagy befogadni, vagy megpróbálni általában. Igen. És olyan jó pozitív dolgokról beszéltünk, hogy már 10 percet elbeszéltünk, és ez tök jó, hogy 10 percig tudunk pozitív helyi dolgokról beszélni ebben a nagy negatív katlanban. De már nem 2 órája beszélgetünk pozitív dolgokról. Jó, de azt mondtuk, hogy összefoglalom, jövünk vissza. Negatív katlan. Mi nem katlan lettünk amúgy? Tehát mi völgyváros? Mi nem katlan? Katlan. Katlanváros. Katlanváros. Most szerintem adtunk valakit. Ez egy infós név, nem? Ez egy infós név, nem? Infós? Hát katlan. Hát, úristen! Ezt én nem értem. Ezt nekem kell értenem? Nem muszáj, nem tudom. Hát a LAN, mint a helyi hálózat, és a katlan tipikusan a vezetékezésnek a kategóriája. Milyen? Vezetékezésnek a kategóriája, milyen kategória vezetékkel húzott be azt a helyi hálózatot. Igen, szóval egy katlan. Le kell foglalni a katlanváros.hu oldalt. Szegény levél, most esetleg mind a két része az egésznek. Jöjjünk vissza, összefoglaljuk a témáinkat, jó? Elmegyünk egyet zenélni, és akkor összefoglaljuk, hogy mik is hogyan történtek a mai nap. Addig kinevetik magukat a srácok.